Az online oktatás nehézségeivel küzdő kisgyermekes családoknak segítene a Kolozsvári Argumentum Nostrum Egyesület az új Tanoda nevű programjukkal. Elsősorban az online tanítást és a gyermekfelügyelet biztosítását tűzték ki célul, ehhez szakképzett vagy képzésben lévő pedagógusok jelentkezését várják. Tanoda néven indítja el új programját a Kolozsvári Argumentum Nostrum Egyesület. Céljuk elsősorban a szülők tehermentesítése, de az iskola és óvoda bezárások idején az online környezetben tanuló diákokat is segítenék azzal, hogy tartalmas gyermekfelügyeletet biztosítanak egy vagy akár két-három szomszédságban élő gyereknek. Abból a szükséghelyzetből született meg ennek az ötlete, hogy ugye most a gyermekek családokban élnek, iskolákat bezárták, ezáltal több lett teher nehezedik a családokra, mint a szülőkre, mint a gyermekre, hiszen a szülő hogy oldja a gyermek felügyeletét, és segítenie is kell az online tanulmányainak megvalósításában. Az Egyesület elsősorban a közvetítő szerepet vállalja a szülők és a felügyeletet biztosítók között, hiszen az igényeknek megfelelően a felek meg tudnak egyezni a foglalkozások gördülékeny lebonyolításáról. Kisanna Anna a programkoordinátortól megtudtuk, az óvodás és kisiskolás gyerekeket a www.anyó.ro tanoda oldalon regisztrálhatják a szülők, de ugyanitt várják a pedagógusokat, pedagógusok, dadusok, de akár szabadidővel rendelkező egyetemisták jelentkezését is. Amikor hozzánk beérkeznek ezek a jelentkezések, akkor személyesen keresünk meg mindenkit, pontosan egyeztetjük azt, hogy mire is van szükség, ezt követően pedig kinézzük a jelenlegi, és majd remény, reményeink szerint bővülő adatbázisból azt, hogy milyen pedagógusok jelentkeztek, ők mit tudnak adni pluszba ehhez a programhoz. Mi összekapcsoljuk őket, és ezen felül minden részletet a szülő a pedagógussal együtt egyeztet, szervez, mi ezt pedig utólag szintén monitorizáljuk. Hasonlóképpen a bérezés is közös megegyezés alapján történik. Egyelőre ezt a projektet anyagilag nem tudják támogatni, de amennyiben a a járványhelyzet miatt az iskolák sokkal hosszabb ideig lesznek bezárva, anyagi támogatást is szeretnének biztosítani a kisgyermekes családoknak.